február ugye több minden tartogat számunkra, de a farsang időszaka hamarosan következik, és nagyon sok településen, térségünkben is ugye temetik a telet hagyományőrző szerűen, és a télüzésnek az ünnepi formája megtörténik. Ha térségünket már említettem, akkor a leghíresebb program térségünkben a Panyolai méltán mondhatom, és a negyedik hagyományőrző farsangi programjuk fog következni. Muhari Zoltán polgármester úr itt is van, elmondja nekünk azt, hogy idén mi várható Panyolán. Így van, üdvözlöm a nézőket, szeretettel köszöntök mindenkit. Valóban február 11-én szeretnénk negyedjére űzni a telet egy hagyományőrző farsanggal, és hát pont beszéltünk felvétel előtt, hogy ma is mínusz 15 fok volt Panyolán, tehát kezdünk már egy kicsit, szeretjük a telet, de azért szeretnénk már egy kis vidulást, egy kis jó időt is, hiszen még napközben se enged 8-10 fok fölé az idő. Úgyhogy abszolút ideális időpontban, február 11-én már szeretnénk előzni végleg a telet. Hát, hogy majd ez sikerül-e, nagymértékben függ természetesen a résztvevők számától és a rendezvényünktől. Amit én ígérni tudok ezennel, hogy mi készülünk előzni a telet, aki pedig tud, csatlakozzon hozzá. Nem csak hogy készültök, hanem izgalmas és tartalmas programokat ígértek mindenki számára, aki érkezik Panyolára. El is hoztad a rendezvénynek azt a plakátját, ami mindig egy minőségi színvonalas plakát, amin hirdetitek akár az interneten, akár máshol a rendezvényt, és hát látom, hogy tele van programokkal. Így van, valóban, és nem szűkölködünk még abban sem, hogy csak délután vagy este kapcsolnánk rá, hiszen már reggel 7 órakor egy disznóvágással kezdünk. Erre fel lehet jelentkezni a Facebook oldalunkon, és részt lehet venni ezen a eseményen is. Végig az egész meneten, tehát a sült vér készítünk, aztán sült hús lesz, és estére pedig gurka kolbász, amit a nagy érdeműnek a kultúrházban is kínálunk majd. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen a menetrend az a következő, mint mondtam, egy disznóvágással indulunk, majd egy órakor már beöltözve a falut körbejárjuk, és azt gondolom, hogy a jelentkezők alapján elég nagy az érdeklődés. Debrecenből is kértek jelmezeket, hogy tegyünk félre, például a gólya jelmezeket. Tudni kell ugyanis, hogy az újvári prof által lejegyzetelt és lefotózott akkori 50-es, 60-as évekbeli fonó jelenetek, alakoskodások elemeiből merítünk, és a kis varodánk pedig most megvarja tulajdonképpen ezeket a jelmezeket, mint a korhű jelleggel. Természetesen most kerestünk például a kos fejet, nagy erőkkede megvan, úgyhogy jelentem 2 vagy 3 kos jelmez is lesz, tehát a kecske jelmez is be lesz mutatva. És mint mondtam, messziről is érkeznek. Természetesen van egy oldalhajtása a szervezésnek, hiszen a PISZ, mint Panyolai Ifjúsági Szervezet nagyban hozzájárult az eddigiekhez is. Most mint szervezet, de mint magánemberek és azoknak a alapító tagjai, Piros Petit, hogy kiemeljem, aki most ugyan Budapesten dolgozik, de erre a jeles eseményre baráti körrel elérkezik hozzánk, és ők is maskarába bújnak. És hát a helyi fiatalokra támaszkodunk, akik a csürdítőt, vagy a kereplőt, vagy éppen a medvét, ugye, ami egy elég jellemző jelmez, hiszen szalmában van körmetekerve, és egy elég érdekes figurája, úgymond, ennek a fölvonulásnak. Ez egy jó 2-3 órás menet, közben népzene megy, tehát élő zenével, néptáncosok kíséretével, megállunk az utcán, és invitáljuk az embereket az esti úgynevezett farsangi bárra, ami nem teljesen farsangi bár, hiszen nagyon komoly kulturális esemény is lesz estére. Ugye a felvonulás, ha jól tudom, akkor 1 órától kezdődik, 13 órától, és erre előzetes jelentkezés alapján lehet jelentkezni, úgy lehet részt venni, hogy valaki jelzi, hogy szeretne. Ha valaki csak úgy érkezik és megtetszik neki, akkor beállhat a vonulókhoz? Természetesen, hiszen ez már évek óta így alakul, hogy kisebb, rövidebb, hosszabb távokat bevállalva kísérik a menetet. Ez egyrészt azért érdekes, mert mint mondottam, népviseletben is öltözött fiatal párok ropnak egy-egy táncot, egy rövid kis intermezzót, míg a kikiabáló tulajdonképpen az meg invitál. Mindeközben vannak jelenetek, amiket rögtönzünk ott helyben, például van a cigányasszony, aki megy oda és kéregetőzik,
tehát alaposkodik, hogy úgy mondjam, mint ezt, ahogy régen is csinálták, meg a medve is riogat, nem beszélve azért van egy pulyaszedő is, aki a rossz gyermekeket szeretné összegyűjteni. Eddig nem sikerült neki, megnyugtatok minden szülőt, de ezért érdemes kihozni a gyereket, hiszen délután 2 órakor pedig egy pulyafarsanggal indul a közösségi házunkban a műsor, tehát ott is meg lehet a gyerekeket tartani, és a pulyaszedő karmába nem kell beleengedni. Tehát még egyszer mondom, aki kilátogat, az ilyen apró jelenetekkel fog gazdagodni. Ha már említetted a pulyaszedőt, idén is te vállaltad ezt a szerepet? Hát igen, én vállaltam, ez már a hagyomány ez is. Ugye saját 4 gyermekem mellett én úgy tűnik még többet szeretnék, de hát természetesen ez csak a gegg és a paródia kedvéért teszem. Szeretem ezt a jelmezt, úgyhogy most is ezzel készülök, mindig finomítok egy kicsit rajta. Ugye a felvonuláson és az alakoskodáson kívül számos program vár még a Ponyolára érkezőkre. Nézzük meg akkor ezeket a programokat. A Kultúrházban 2 órakor kezdünk, egy 2 órás gyerekfarsanggal, itt értékes kis tárgyakat kapnak majd a gyerekek, ajándékot osztunk ki nekik, vetélkedőket szervez az alapítványunk, Panyola Község Közalapítványunk vállalja ezt a nemes feladatot, és garantált a gyermekeknek a jókedv. Ez 4 óra magasságában véget ér, kezdődik egy átállás, ugye nyilván a büfét be kell indítani, sütünk hurkát, kolbászt, és elindul 17:30-kor a program. A csipkés zenekart fogjuk végig fogadni, tehát ők többször is bemutatkoznak. Lesz egy koncert jellegű kisebb blokk, 1 órás, de előtte a Túr Istvándi Lámpaláz Társulat ad elő nekünk egy Móricz novellából egy vidám darabot, a Zördök címmel, ezt ki kell hangsúlyoznom, nem elszólás, ez a címe, tehát Z-vel Zördög. Hát a nagy, hogy úgy mondjam, már szintén hagyomány, hogy a Rozsái Hajnal Pelika Kulturális Egyesület is bemutatja a legújabb produkcióját, az Üveg Tigrist, és hát természetesen a film adaptációja, a színházi adaptációja lesz. Ugye tavaly, aki látta a Indul a Bakterház adaptációt, az biztos, hogy kíváncsian várja az Üveg Tigrist című előadást is. Emellett néptánc is felvonult, hiszen mi ehhez is tartjuk magunkat, hogy végig az egész est alatt jelen legyen hagyományőrzésünk is. Itt a Szatmár Néptánc Együttesnek a kamarai csoportja lép föl. Ők is már mondhatom, hogy hagyományosan fellépők nálunk. És hát lesz egy táncház, egy bál, amit szintén még mondom, a Csipkés zenekar fog produkálni Kárpátaljáról. Szerintem annyit még elmondhatunk, hogy ennek a programsorozatnak, hiszen egy nagyon tartalmas programsorozatról beszélhetünk, egyszeri támogatási összege van, ha valaki Panyolára érkezik. Ezzel az összeggel ti csak a rendezvény további folytatását szeretnétek elősegíteni. Egy jelképes szinte, jelképes 500 forinttal kérjük a nagy érdemű közönséget járuljon a továbbviteléhez, a tovább gondolásához, hiszen számos tovább gondolása van a hagyományőrző farsangunknak. Most más nem mondjak, idén már meg is valósul, hogy egy héttel később, február 18-án a Sóstói Falu Múzeumban fogunk szerepelni. Oda is fel kell vonulnunk, az egész maskarás, jelmezes alakoskodást elvisszük Nyíregyházához, Nyíregyházára, és ott a nyugdíjas klubunk, a Szamos Parti Nyugdíjas Klub fogja a esküvő jelenetet előadni, amit majd kiegészít ez a maskarás felvonulásunk. Tehát egy kicsit Panyola beköltözik Nyíregyházára, és mondhatnám azt, hogy folytatásképpen a mi február 11-i farsangunkat visszük tovább. Ugye ez a 4. hagyományőrző farsangi programotok, viszont sokkal régebbre nyúlik vissza mindez, hiszen már sok-sok évvel ezelőtt is ugye a településen ennek hagyománya volt. Viszont a 4. alkalom, amit számoltok. Igen, jó a felvetés, hiszen farsangi bálunk volt már jó pár évvel korábban is, egy 8-10 évre visszanyúlik ez, ahol egyébként nem azt a fajta bált kezdtük el, mint mondjuk általában véve az ember, ha eszébe jut egy báró, hogy kiöltözve, stb. Terített asztal mellett, és ez az elsődleges szempont, hanem igenis népzenekarokat hívtunk mindig, és a tánc jellegére
hívtuk fel a figyelmet, illetve egy báli, egy farsangi jelmezversenyt indítottunk el, ami minden évben megtartottunk, a mai napig is egyébként, és aki jelmezbe bújik, az este vacsorát kap. Tehát próbáljuk honorálni az áldozatot hozó nézőknek is a törekvését. Tehát 4 éve történt az, amikor leültünk többen a említett panyolai ifjúsági szervezet vezetőivel is, a fiatalokkal, hogy lenne hajlandóság erre, hogy a régi gúnyákba bújjunk be. Hiszen még a nyugdíjas klub őrzi ezeket a részben még megőrizte azokat a maskarákat, miért ne eleveníthetnénk föl, kértük az ő segítségüket, ők segítettek ebben, hogyan viselkedett régen egy medve, hogyan viselkedett egy gólyajelmezben szereplő ember, és így a fiatalok ezt fölkarolták, és 4 évre, évről évre belebújunk a maskarába, és tulajdonképpen ezt visszük tovább, reméljük még jó darabig, és megőrizzük ezt a szép hagyományt. A településen élő lakosok hogyan fogadták egyébként a kezdeményezést? Érdekes, hogy az első években, első 1-2 évben alig tudtak róla, pedig meghirdettük, és ugye nem gondolták komolyan, hogy valószínű, hogy ebből nem lesz semmi, vagy kisebb volumenű dolog születik belőle, amikor látták, hogy zenekarral vonulunk, és ott ez a néhány táncos léppárat jobbra, balra is, és körbe táncolnak. Mindeközben a kitóduló vagy kijövő embereket pedig riogatják az éppen aktuális a lakoskodó személyek, medvék és gólyák és a többi. Így most már várják, hiszen most éppen hallottam is beszédben, hogy ugyanálunk is megálltok, vagy a mi sarkunkon is megálltok, hát mondom, majd meglátjuk. Egy kicsit fárasztó, hogy végig kell menni, és nyilván ahol kijönnek, ott megállunk, és hirdetjük úgymond az esti eseményeket. Ha megengeded, akkor egy kitekintést én tennék, ugye a rendezvénytől egy picit elhatárolódva, a Határmenti Világzenei Fesztivál, ugye a Panyola Fest közelgő kulisszái mögé pillantanék, hiszen az időpont az fix, az nem változik, és már ha jól tudom, akkor talán tudsz mondani program előzetest. Így van, hiszen tudjuk, hogy egy ilyen komoly rendezvény, mint a fesztiválunk, a Panyola Fest igényli, hiszen a legjobb időszak az augusztus egész hava. Mi augusztus első hónapjában, augusztus 3-án, 4-én és 5-én fogjuk most a rendezvényt tartani, és hát meg kell kezdeni a szervezést, mert különben elfogynak a fellépők. És hát már ez jó ideje zajlik, a tárgyalások alapján úgy néz ki, hogy komoly nagy fellépőink lesznek, itt például a Budapest Bárt említenénk, aki 4-én pénteken fog fellépni, vagy a másnap a betyárjáték, amit Ferenci György és a Racka Jam játszik, de a Nemzeti Színház szervezésében jönnek le a fellépők, és a Szomjas György rendezésében egy képi világot is kapunk, nem csak zenét. Ez egy nagyon izgalmas darab lesz, én azt gondolom. A Kerekesben zenekar tér vissza hozzánk szombat éjszakára, ők már játszottak nálunk, és hatalmas, fergeteges hangulatot hoztak be Panyolára. De mondhatnám érdekességképpen, vagy újításképpen, hogy már 0. napot is tervezünk, tehát egy csütörtöki kezdéssel szeretnénk kedveskedni az idejövő vendégeknek, hiszen tudjuk, hogy amikor elkezdődik egy ilyen nagy volumenű kipakolás, építkezés, mert azért szinte építkezéssel jár, faházakat húzunk fel, és már rakodják be az emberek a holnapi nyitásra, vagy a másnapi nyitásra a dolgaikat, már megszólalított a zene. Hát azt gondoltuk, hogy most egy kicsit erre ráteszünk. Ez még nyitott kérdés, hogy csütörtökön kivel nyitunk. De azt tudni kell, hogy tárgyalásban állok például Szalonna és bandájával is. Egyelőre ennyit tudok mondani. És a gasztronómiai rész szintén fog hozni új elemeket és új meglepetéseket, de erről majd később. Én azt gondolom, hogy február 11-e ez egy fontos állomás, ebben az évben az első nagy rendezvénye Panyolának, de azért tudni kell, hogy májusban a gyereknap is egy komoly rendezvényé nőtte ki magát, már környékről is jönnek családok, gyerekek, és hát a foci kupánk az, ami még meghatározza azért a környék programjait. Tudom, az imént is egy futballos riport zajlott, én is itt jelzem, hogy júniusban feltétlen, vagy július legelején megrendezésre fog kerülni a kispályás focitorna füves pályánkon.
Izgatottan várjuk akkor ezeket a programokat, de akkor a legelső programot, ahogyan említetted, február 11-én, ugye a farsangi programot, a negyediket, még izgatottabban, hiszen ez már itt van a kertek alatt. Így van, és most már ez egyre több a teendő. Elkezdjük a dekorációt, a felkészülést, és hát azért egy elég komoly munkába is van most Spanyola, hiszen nem titok, a kis konyhánkat, ami egy 100 fős konyha, 100 főre főzünk időseknek, óvodásoknak, olcsópáti és Spanyola vonatkozásában. Elkezdődött egy felújítás, úgyhogy ezt el kellett indítanunk, ezt a felújítási tevékenységet. Ebbe ékelődik most bele szinte közepére a farsang, de senkit ne ijesszen meg, mert mind a kettőnek mennie kell a maga módján, és az étel-ital garantált lesz. Hát azért Spanyolára, aki kifárad, az vagy sofőrrel jöjjön, vagy aludjon nálunk, mert azért garantált az is, hogy valószínűleg pálinka is lesz majd a nap folyamán. Sikeres rendezvényt kívánok akkor! Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk Spanyolára.